Célba értek a december 8-án Kárpátaljáról útnak indított segélyszállítmányok Ukrajnában. A Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatásából vásárolt 46 áramfejlesztő generátort az Ökumenikus Segélyszervezet juttatta el, a háború sújtotta Herszonba. A dél-ukrajnai megyében nincs távfűtés, áram és folyóvíz. A generátorok az egészségügyi intézmények, vízművek, lakóházak ellátásában segítenek. Jönnek a további részletek Fábián Barnától és vendégétől. Nagyon szépen köszönöm, Lehel László a vendégem, a segélyszervezet elnök igazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Most jött haza szintén, mik a tapasztalatok? Kezdjünk innen, mert aztán rátérnénk arra, hogy miket vittek ki, konténer, óvoda és ezek a generátorok, igen. De hát tudom, hogy a segélyszervezet már korábban évek óta tevékenykedik Ukrajnában. Hát ez egy hosszú történet, igen. Az első tiszai árvíz során maradtunk Beregszászon, képviseletet nyitottunk, és nem utolsó sorban Gerevics Jánosnak, aki képviselet vezetője, köszönhető, hogy kiterjesztettük a kapcsolatainkat a Kárpáton túlra is, és közel 20 civil szervezettel kezdtünk együttműködni, ezek közül többen jöttek Magyarországra megnézni a magyar szociális rendszert, és ezek a kapcsolatok számunkra most nagyon fontosak voltak, hiszen pontosan ezekből a térségekből érkeztek ők annak idején hozzánk, tehát újra tudtuk felvenni velük a kapcsolatot, beállnak most mögénk, segítik a tevékenységünket, tehát azt lehet mondani, hogy nagyon sok helyen jelen tudunk lenni, és most már nem csak Beregszászon van képviseletünk, hanem Lembergben és Kijevben, ugye, ahol nemrégiben jártam, hiszen Kijev megyében egy nagyon jelentős újjáépítés zajlik, amit a magyar kormány támogat, tulajdonképpen a Magyarország segít nagy humanitárius akcióról van szó, és ennek a különböző lépéseit megtettük, de zajlik lent a délkeleti részen is egy állandó jelen. Négyszer jártunk ugye Herszonban már, és amikor megérkeztek a generátorok, akkor kérdeztük, hogy munkatársak, hogy hogyan, miféle segítséget kaptak, és mondták, hogy eddig hármat kaptak egyetlen szervezettől, tehát a magyar segítség ez hallatlan fontos és nagyon jelentős volt abban a kontextusban, amikor ott megérkezett és ki tudtuk ezeket megfelelően osztani. Minden osztásnál egyébként jelen vagyunk és végigkövetjük a történéseket. Hova kerülnek ezek a áramfejlesztők? Iskolákba, egészségügyi intézményekbe, vagy a helyiek döntik el majd? Igen, ezt elsősorban ugye a helyiekkel való együttműködésben alakítjuk ki, hiszen nem úgy vásároltunk, hogy össze-vissza elkezdtünk, amit lehet, hanem volt egy pontos listánk, és ők tudták azt, hogy hová kerülnek. Tehát van, amelyik egy kórházi ellátásban segít, a másik a vízműveknél, hogy a vízpumpákat működtetni lehessen, és a lakók, a lakások ugye el lehessenek látva vízzel, vagy éppen a lakó közösségek, akik rá tudnak csatlakozni, és nyilvánvalóan nem tudják vele az egész lakást ellátni, és hűtőszekrényeket, és mi minden, ami oda tartozik, hanem legalább az alapvető világítást tudjuk ezáltal biztosítani. Tehát ez egy nagyon fontos. És most már ezt a térséget annyira megismertük, hogy elég nagy feltűnés keltett egyébként a nemzetközi közösségbe is, tehát amikor visszaérkezett a csapat Kijevbe, és az ENSZ OCSA képviselőkkel tárgyaltunk, és a munkatársaknak mondták, hogy egy 10 percük van rájuk, nem több, és amikor elkezdték mondani, hogy most már hanyatszor jártunk a helyszínen, és mi mindent tettünk, akkor azt mondták, na jó, akkor folytassuk ezt a beszélgetést, és a 10 perc helyett másfél óra lett. Tehát ilyen értelemben is azt gondolom, hogy nem íróasztal mellett találtuk ki a dolgokat, hanem ténylegesen, tevőlegesen részt veszünk, de nem csak ez az egyetlen dolog, hanem mellette ott van mondjuk a Harkovi térség, ahol egy 800 000-es projektet bonyolítunk le, amit az ENSZ-nél egy pályázatot nyertünk, a szintén a lakosságnak a megsegítése. Tehát kezdenek kialakulni azok a pontok ebben a krízisövezetben, ahonnan mi tudjuk irányítani a tevékenységünket, és ebből a szempontból a kijevi irodánk hallatlanul fontos, hiszen ott van, ott dől el nagyon sok minden, ott heti rendszeres egyeztetések vannak a különböző nemzetközi szervezetekkel, akik felelnek tulajdonképpen jó részt a humanitárius segélyek megszervezésére, és hát a további lépéseknek a megszervezésére.
hogy áll a konténer óvoda ügye? Mert azt szokták mondani, ahol templom van, óvoda van, iskola van, ott marad a lakos. Hát ez nagy öröm, ugye most a Kijev megyéről beszélünk, amelyik ugye visszafoglalták és kivonultak onnan a megszálló orosz erők, tehát ott már gyakorlatilag már nem lehet mit tönkretenni, tehát ott úgy gondoltuk, és nagyon sokan, és a helyiek is, és a minisztérium is azt mondta, hogy nagy szükség lenne ott valóban erre az óvodára. Hát 60 gyereknek az ellátásáról van szó, elkészült, fűtés van, légkondicionálás van, hogyha nyári hőségben is használni tudják, tehát ez már az első lépés, készülnek a tervek egy iskolának a felújítására vonatkozólag, ami megsérül. Szintén azon a településen? Szintén azon a településen, és mellette elkészült az alapja annak az orvosi rendelőnek, amelyik a Bucsa kistérséget fogja ellátni és segíteni. Tehát én azt gondolom, hogy nagy becsbe vagyunk tartva, mi ott magyarok. Tehát amikor a nagy politikában furcsa dolgokat hallani, akkor azt mondom, hogy mi meg a valóságban mással találkozunk. Sokkal, de sokkal nagyobb törődéssel, szeretettel, odafigyeléssel megköszönik azt a segítséget, amit Magyarországról kapnak. Tehát jó érzés ott magyarnak lenni, és látom a hétköznapi embereknek a nyitottságát és szeretetét. Nyilván az sem elhanyagolható, hogy ez munkahelyeket is teremthet ott, mert hát csak építeni a óvodát. Hát hogyne, természetesen, és azért fontos az, hogy lehetőleg a helyi munkaerőt hasznosítsuk. Ez egy alapelve egyébként a segélyszervezetnek, ahol lehet, akkor nem ne exportáljunk mindent, hanem amit lehet, ott helybe hozzuk létre. Ha ne, hogy Isten, helyi beszerzési lehetőségek vannak, akkor azt vegyük igénybe. Tehát ez egy alapelv valóban, és találunk is erre alkalmas embereket, megfelelő cégeket, tehát egy jó tempóba halad a magyar segítségnyújtás. És mik a tervek a jövőre nézve e tekintetben? Igen, mi nem csak a magyar kormányzati segítségnyújtással foglalkozunk, hanem egy nagy nemzetközi koordinációban vagyunk, és azt lehet mondani, hogy egy nemzetközi csapatot vezetünk, velünk vannak dánok, finnek, svédek, különböző országokban, amerikaiakkal dolgozunk együtt, tehát szeretnék azt az erőforrást használni, és azt a hálózatot, amivel mi rendelkezünk, tehát a végrehajtási kapacitásunkat szeretnék, hogy úgy mondjam, használni, és ez jól van, mert végül is, hát amikor mi a helyszíneken dolgozunk, akkor valahogy mégiscsak azt látják, hogy a magyarok, itt vannak a magyarok, megígértek valamit, és néhány nap múlva teljesítették. Azért ez azt, jó érzés. Megígért. Igen, hát mindenképpen, és talán egy picit a két nép barátságához is valahogy közvetve hozzájárulunk, ha akarjuk, hanem hogyha jól végezzük a munkánkat, akkor biztosan. Tehát én azt gondolom, hogy sajnos azt látjuk, hogy a háború nem áll meg, és ez egy nagyon szomorú dolog, tehát hogy itt tartunk a 21. században, hogy nincs az a politikai erő a világban és akarat, amelyik azt mondaná, hogy meg kell állni, le kell ülni és tárgyalni kell. Tehát ez egy hosszú tartó munka, és mindenképpen lesz egy humanitárius fázis. Amikor humanitárius fázisról beszélek, akkor ez az alapvető segítségnyújtás. És hát emellett igyekezni fogunk, ahol lehetséges, és ahol már a körülmények olyanok, az újjáépítésben is részt venni. Tehát ez a két célkitűzésünk van a jövőre nézve. Elnök igazgató, nagyon szépen köszönöm, és sok sikert a munkájukhoz. Köszönöm az érdeklődést, minden jót kívánok én is.